Az elmúlt héten bevezetett digitális átállási rend részletei még folyamatos kidolgozás alatt állnak. A pedagógusok újabb és újabb tapasztalatokkal gazdagodnak, és ennek megfelelően vezetik be a különböző módszereket annak érdekében, hogy a gyerekek minél hatékonyabban sajátíthassák el a tananyagot a jelenlegi körülmények között is. Teljesen más, teljesen újszerű, mind a nevelőknek, mind a gyerekeknek, ez a szülőknek, ez egy teljesen szokatlan mód, amihez fel kell készülni mind a három félnek. Nevelő, gyerek, szülő. Együttműködni kell, a tapasztalatunk az, hogy jelen pillanatban még a szülők nagyon figyelemmel kísérik a gyerekek munkáját. Minden osztályfőnök fölvette, minden nevelő, nem csak osztályfőnök, mindenki fölvette a gyerekcsoporttal a kapcsolatot. Akikkel netalántán az interneten keresztül nem tudunk kapcsolatot részesíteni, azok papír alapon kapják meg hetente egyszer a tananyagot. Visszajelzések is jönnek a gyerekektől, szépen oldogatják a feladatokat, szülők segítségünket kérik, arra megpróbálunk akár Facebookon, akár ilyen videó csetelésen keresztül tájékoztatást adni. Nagyon sok nevelő videófelvételt is készít, amit a gyerekek tudásához igazít, és amiben útmutatást ad nekik a feladatok végzéséről. Itt az aznapi feladat. És itt van egy YouTube. Az interneten számos feladat megtalálható, és a pedagógusok maguk is készítenek változatokat a könnyebb érthetőség kedvéért. Másképpen kell gondolkodni a pedagógiai munkáról, mondja Májel Istvánné. Át kell nekünk is állni egy újfajta módszerre, sokkal nehezebb. Mert itt a személyes kontaktus van, a gyerek azonnal visszajelzést tud adni, ha nem érti, itt pedig bizonyos idő eltelik, hogy visszacsatolást kapjunk, hogy ez mégsem egyik másik gyereknek nem ment. Szerintem teljes egészében erre nem lehet átállni. A személyes kapcsolat elengedhetetlen. A legnehezebb úgy megszervezni az ismeretanyagot, hogy ne jelentsen nagyon gondot se szülőnek, se gyereknek. Látom, hogy a szülő ott ül a gyerek mellett, és közösen gondolkodnak, közösen oldják meg a feladatokat, de némelyik szülőnek ez nagyon nagy gondot jelent. Egy új tananyagot megtanítani így nagyon nehéz. Tehát nagyon sokat kell búvárkodnunk az interneten, hogy megfelelő digitális tananyagot is találjunk a miénk mellé, ami segíteni őket. Egy házzal odébb a II. Géza gimnáziumban idegen már be se teheti a lábát. Sümegi József igazgató azt mondja, az elmúlt hét arra volt jó, hogy kidolgozzák a távoktatás részleteit. Én azt gondolom, hogy ez minden iskolában résztvevő partnert új helyzet elé állított, pedagógust, szülőt és diákot egyaránt. Ugye korábban is voltak már olyan kapcsolattartási, online kapcsolattartási formák, amelyeket a kollégák alkalmaztak. Én azt gondolom, hogy ennek most a rendszerbe állítása történik, de hát nem egyszerű. Tehát én a múlt hét arra szükség volt arra, hogy egyáltalán ezek a csatornák felálljanak és működni tudjanak. Én azt látom, hogy az a kapcsolattartási forma, amely központilag rendelkezésre áll az Elkréta rendszeren keresztül, az a kezdeti ijedelem után nagyon jól működik. Tehát én kértem is a kollégákat, hogy a házi feladatokat mindenképpen ezen keresztül adják föl, illetve mai napra született meg egy olyan idősávbeosztás, amelyben a videócsetes órákat be tudtuk osztani. Hát ezekhez is nyilván alkalmazkodni kell, arra is figyelembe kell lenni, hogy elképzelhető, ahol mondjuk több gyermek van a családban, és mondjuk egy online eszköz, ott ez problémát jelenthet, és hát nyilván nem szabad azt elvárni a diáktól, mint amit egy nappali rendszerű tanulási formában, tehát azt se lehet kívánni, hogy mondjuk valaki 8-tól estig a képernyő előtt üljön, tehát én mindenképpen mérsékletre kértem a kollégáimat. A gyerekeknek pedig hetente küldök, ma is küldtem egy videóüzenetet, amiben kicsit bátorítom őket, hiszen a sikeres tanévzárásnak, sikeres érettséginek csak az lehet a feltétele, hogyha mindenki ezt komolyan veszi, és partner ebben a munkában.